A Lövész utcai óvoda 1100 négyzetméter alapterületű, 40 éve épült, azóta komolyabb felújítást nem végeztek az intézményen. A város önkormányzata a közelmúltban 150 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, így kívül belül megújulhat az óvoda. A rekonstrukció első üteme lezárult. Kicserélésre kerültek a nyílászárók, megújult a homlokzat, mint ahogy mögöttem látható, illetőleg a lapos tető szigetelése is megtörtént. A tetőszigetelés során villámvédelmi rendszert is kialakítottak, a munkák jövő nyáron folytatódnak. Következő ütemben belső átalakításokra kerül sor, a gépészetre, vizes blokkok felújítására. Jövő nyáron két csoportszobát nagyobbá alakítanak, új tálalókonyha, dolgozói öltözők és nevelőhelyiség lesz. A meglévőnél nagyobb tornaszoba épül, és teljesen átalakítják a csoportokhoz tartozó öltözőket, vizes blokkokat. Megújulnak a burkolatok és akadálymentes bejáratot, illetve mosdót alakítanak ki. Korszerűsítik a fűtési és világítási rendszert is.